nevem Toldi Miklós. És ez nem vicc. Sokan mondták már, hogy szép a nevem, legalább a nevem az, ha én nem vagyok egy férfi ideál. Nem vagyok karizmatikus, de vállalom a véleményem. Nem fogok megtanítani most semmi újat, sőt, régit sem. Egyszerűen csak elmondom a sztorimat, amiből levonhatod a tanulságot. Idén lettem 33, ami azt mondják krisztusi kor, így számot vetettem az eddigi életemről. Szóval ez a történet elkezdődött körülbelül 33 évvel ezelőtt. Mikor megszületünk, minden jó. Nekünk. Nincs baj, kivéve ha leesünk a hintalóról. Az élet olyan könnyű így felnőtt fejjel visszanézni. Bár akkor is megvannak a nehézségeink. És most nem a hányatott sorsú gyerekekről beszélek, nekik tényleg nehéz. Csupán a gyerekes nehézségekre gondolok. Szót fogadni, szépen beszélni. Adj egy puszit, ennék egy csokit. A szülők mindent megtesznek értünk, amiért soha nem lehetünk elég hálásak. Kapaszkodunk, hogy haladjunk, legyünk egyre nagyobbak, vegyenek egyre komolyabban. Majd megérkezünk életünk egy új állomásához. Nem tudom, hogy kinek milyen iskolás évei voltak, de nálam akadt egy-két elbetegült pillanat. Az egyetemet hagyjuk, oda már tényleg csak azért megy az ember, hogy tanuljon. De a komolyság utálatos dolog. Persze a legtöbb ember azért jár iskolába, hogy tanuljon valami hasznosat. Az igazság az, hogy az általánost követően a három megjelölhető iskola közül én azt raktam első helyre, ahol ki volt írva egy papírra az aulában, rádióst keresünk. És én itt el is döntöttem, hogy márpedig, ameddig lehet, normál körülmények között, maradok, ha kell, technikusin is, csak azért, hogy rádiózhassak. Sok mindent tanítottak nekem, de keveset tanultam. Éreztem, hogy ha itt nem élem ki magam, akkor kimaradok valamiből. És tényleg eleresztettük magunkat. Nem kicsit. Eljön az idő, amikor közös együttlétet, közös élményszerzésekkel szeretnénk gazdagítani. Olyannal, ami, ha megéled, öregkorodban azt mondhatod, hogy emlékszel arra, hogy... És akkor vagy emlékszik, vagy nem, de te tudod, hogy ő ott volt veled. Elmenni a tulipánokat megnézni, vagy valami menő vízparti helyre, belekóstolni valami olyan kultúrába, ami messze van attól, ami itthon van, amit elhitettek veled, hogy csak ilyen lehet a világ. Mondjuk bejárni Európát kocsival. Amikor már túl vagy azon, hogy ökör legyél, elgondolkozol, hogy mit csinálhatnál. Mi lehetne kevésbé ökör dolog, mint megállapodni valaki mellett, de úgy igazán komolyan. Semmi feszengés, csak egy kis összeköltözés. Majd egy kis esküvő, meg ilyenek. Járj be szép helyeket, szívbe jó illatokat, és mindezt csináld úgy, hogy megoszthatod a pillanatot valakivel. Fedezd fel a közeli helyeket, érts meg dolgokat a világból, érts meg dolgokat az emberekből. Mondjuk bejárni Európát repülővel, busszal, gyalog, ahogy akarod, mert szabad vagy. Vagy rögtön irány a világegyetem. Az sem akadály. Akkor most érünk el oda, hogy vegyük komolyabban az együttlétet. Kicsit tegyük félre azt, hogy együtt élünk, és van neked is, meg nekem is egy életem. De azért mégiscsak együtt élünk. Mit ér az élet,
ha amit tanultál, amit tapasztaltál, amit megértettél a világ mindenségről, ha nem adhatod tovább. Ha nincs kinek megtanítsd, hogy mire vigyázzon, mitől tartson, minek örülhet, és mit engedhet be a szívébe. Nem élheted le az életed úgy, hogy ne adnád tovább azt, amit van. Persze azt, amit van, azt folyamatosan gyarapítsd is, hogy még többet hagyhass itt magad után. És ha azt nézzük, még többnek. Végül is ez a fejezet már rég elkezdődött. 16 éves voltam, amikor az első videóimat elkészítettem, és 18, amikor először rendeztem. Hát olyan lett, amilyen, de ez az internetes videómegosztás térhódításának ideje előtti korból van. Ekkor egy jobb kamera is rosszabb képet vett fel, mint mai kaputelefon. Majd engedve a környezetemnek a társadalmi elvárásokat igyekezve kielégíteni, leszálltam a földre. Nem akartam világhíres DJ sem lenni, és arra gondoltam, hogy sosem leszek semmilyen filmes, ez csak egy bohóckodás. Így telt el legalább 10 év az életemből. Ez alatt kipróbálhattam magam sok munkahelyen, hogy megmondják, mit csináljak, és ugráltathassanak. Ekkor felébredt bennem a vágy, hogy mégis megpróbáljam a magam útját járni. Olyan ez, mint amikor 25 évesen döntöd el, hogy fizikus akarsz lenni. Közben a középiskolában még mindenből a kettesért küzdöttél, mert semmi nem érdekelt. Van még fejezet? Hogy őszinte legyek, nem tudom. De már egy ideje nem tudom. Innen már csak sodródás van. Amit akartál, megtettél. Amit akartál változtatni, változtattál. Már csak az epilógus maradt. Most valami csavar vagy csontvelőigható, komoly, velős gondolat kellene ide. Hogy azt gondold, megérte ezt az egészet végignézni, de nem lesz. Viszont az eddigi 33 év tapasztalata alapján egy dolog biztos. Mindegy, mit tűzöl ki célul az életben, a következő fejezetben le se fogod szarni.